A vállalkozók és munkáltatók országos szövetsége által létrehozott díjjal elsősorban az volt a cél, hogy olyan teljesítményeket ismerjenek el, melyek példaként szolgálhatnak a társadalom tagjai számára. Az idei díjazottak táborát két közmegbecsülésnek örvendő bátaszéki vállalkozó is gazdagította. Mattenheim János még akkor kezdett el autókkal foglalkozni, amikor a magyar utakat még zsigulik és trabantok koptatták. Azt mondja, nem lehet folyamatos szakmai fejlődés nélkül sikeresen működni, így egész életében tanult. Az autóvilágban rengeteget változott. Végülis az ember belegondol, csupa mérnökök, és hány komoly gyárokban tele van mérnökökkel az egész világ. Régen a Zsiguliban, amikor még Zsiguli trabant világában, hát a technika el volt maradva. Úgyhogy a könyveket kellett bujkálni, és hát bizony nehezen találta meg az ember az megfelelő információt, mert minden könyvet nem is lehetett megvenni, meg eladni. A mai világban egész más. Interneten minden rajta van, nincs probléma. Folyamatosan fejlődni, itt nem lehet megállni, főleg az elektromosság világában, az egy külön szakma, most már annyira össze van bomba. Belegondolok, egy autóban most már 50-80, esetleg 100 komputer van, ami külön vezérli a dolgokat. És a másik, igen fontos, régen, hogy füstöltek a dízelautók. Ma, ha fogok egy zsebkendőt, és belenyúlok a kipufogóba, az nem lehet kormos. Szóval a világ ennyit fejlődött. És nekem abban volt szerencsém, hogy a felügyelet diktálta is az iramot. Szóval volt iránymutatás, hogy merre kell fejlődni, mert különben valószínű, hogy nem jutottam volna idáig, ahol vagyok. Meg hát nagy segítség volt a fiam, vagy még mindig az, ő viszi végül is a céget tovább is. A csapat munka eredménye, mert egy szemében itt mindenkinek be kell dolgozni, és mindenkinek becsesen alázottak kell dolgozni. Az ügyfeleket ki kell szolgálni megfelelő módon. Mack Norbert chef számos országban káptáztatta már el a gasztronómia szerelmesei tudásával. Főzött a tengeren túlon is, mégis a lehetőségek ellenére hazajött. Nekem fontosabb át a széki templomtornya, meg azok az emberek, akiket szeretek és akiket ismerek, mondja. Mert szeretem ezt a kisvárost, szeretem az itt élőket, majdnem minden ide köt engem. Úgyhogy szeretem a világot járni, ezt hangoztattam is, meg fogom is, hogy én tengerész szerettem volna lenni. Tehát a világjárás, az utazás az a mindenem, de mindig hazahúz a szívem ide Bátaszékre. Az, hogy megújulni, az teljesen természetes dolog ebbe a szakmába, sőt kötelező, mert hogyha az elképzeléseink bezáródnak, és azt gondoljuk, hogy na, akkor most értünk el oda, ahol a csúcson vagyunk, és ez a szakmának a csúcsa, az nem jó. Mert akkor elrohannak mellettünk a kollégák és a szakma. Mack chef lokálpatriotizmusa odáig terjedt, hogy könyvet készített a település gasztronómiai értékeiről. Ez egy közös munka az önkormányzat, illetve a művelődési ház lányaival. Hát rengeteget. Tehát ami a legfontosabb volt, hogy az öreg néniktől olyan recepteket és olyan beszélgetések történtek meg, ami annyira építő és annyira magasztas volt tényleg, hogy nem is a recept volt a fontos, hanem az a tisztelet, ahogy az ételről, meg az alapanyagokról beszéltek. Úgyhogy ez szerintem egy példaértékű lenne a mai világban a fiataloknak, hogy egy ételről és egy hozzávaló, val, meg is a hozzávalóról, hogy beszélnek, vagy hogy beszéltek az öregek. Bozsadik Róbert polgármester véleménye szerint jelentősen növeli egy település ázsióját is minden olyan alkalom, amikor valaki nyilvánosan elismerésben részesül munkája eredményeként. Ők is Bátaszék közösségének szerves részei, és ugye idén az a megtiszteltetés és érte Bátaszék közösségét, hogy két vállalkozó is elnyerhette az év vállalkozói díjat. Fontos a város számára is, hogy a vállalkozók ilyen elismerésbe is részesüljenek, és nagyon-nagyon fontos az, hogy jó kapcsolatot ápoljunk velük. A lehetőségeink kevés és kicsi ahhoz, hogy mi magát a vállalkozói kört tudjuk támogatni, inkább mi szorulunk az ő támogatásokra, hiszen ha ők jól gondolkodnak, sikeresek a területükön, az a város számára guruló adóforintokat jelent, amit természetesen mi visszaforgatunk a közösség építésére, de nagyon-nagyon fontos, hogy rajtuk keresztül adott esetben még példaképet is lehessen állítani az utánuk következő generációnak, hiszen a mai világban most már sokkal keményebb feltételekkel kell megküzdeni ahhoz, hogy valaki egy vállalkozást egyáltalán életben tudjon tartani.